sta microfon mai na nevej nobe kapia na nevej nobe. Sorry, is meg ezt a kis jobban egy olyan kedvesen szóra. Tehát köszöntök mindenkit igen nagy szeretettel. Mivel, hogy azt mondtam, hogy nincs csoda, de mégiscsak van csoda, mert ebben a rohanó világban, amikor vágta van, ugye mindenki ott van a magyarra vágtánként, ezen kívül Szigeti Ferenc, ugye zenét, mert neki pénzt is kell keresni, Fejkő László szintén kint volt külföldön, mert neki zenélni kell, és hát jön hazafele, de hát én azt gondolom, hogy Lacinak nem szabad összetörni magát 500 km után, hiszen van nekünk olyan emberünk, akit úgy hívnak, hogy Szigeti Ferenc, megkérjük, Kártágó gitárosa, zeneszerző, szövegíró. Egyébként foglalj helyet, válasz egy mikrofont, amelyik működik, légy jól kedves. Itt van körünkben Fischer László, ha jól látom, aki a napszemüvegét levette. Ő is fantasztikus dalokat szerzett. Fischer László, gitáros, zeneszerző, a korán gitárosa. Megkérlek, hogy bármennyire nem szeretnétek egymást, de hogy nem szeretnétek, az így jó barát, csak vicceltem, de nem kell ugrani. Fogjatok kezet egymással, két jó barát, szeretik egymást, és menjétek fel az gyerekekben, ez egy történelmi esemény, és bízom benne, hogy Növényi Norbert megérkezik, de azért kell elkezdenünk, addig beülök erre a komoly fotelba, majd átadom akkor a Norbinak, mert sajnos be van határolva az idő, és ahogy ismerem a fiatal embereket, ők azért tudnak beszélni. Ez nem szó. Felikém. A hangomra nem lehet adni, vagy ennyire gyenge a hangom? Magas hangszint. Jó. Hallod, mit mond a Feri? Magas hangszint, de hallgassod a Feridet. Jó. Felikém, neked jó a hangod, kezdek idegesedni. Így már vagy elsőként, jó szó a hangod, szóval ez teljesen jó. Akkor kezdjük ott Felikém, hogy Corvina. Tehát mégis te sok zenekarban játszottál, de mégis csak a Corvina volt az, ami meghatározó volt legelőször az életedben, legalábbis amiről én vidéken kenyerében értesültem, Soltész Rezső. Én ez volt az a pillanat, amikor szóljon hangosan az ének, te futottál az életedben. Meséljen nekünk erről a korszakról? Hát először is nem játszottam túl sok zenekarban. Mondjuk ilyen diák koromban voltak ilyen amatőr. Egyébként ne terrorizálj be az első percben. Hát ezért csak játszottál egy pár zenekar. Most a felsorolt, de nem csak lenne 5-6, az már azért sok. Nem volt 5-6, hát 6, mondjuk 6. Na, csak egy talán. De ebből egy csomó azért ilyen iskoláskori. Az első komolyabb zenekar az a Sigma volt, ami már egyetemi színpadon dolgoztunk. A Universitas együttessel, Jordán Tamással, Adam is annak még színészkedett, Fodor Tamás. Szóval színész, mi voltunk a zenekar egyetemi színpadnak, és hát már akkor egy nagy dolog volt, hiszen 6-800 főnyi közönség előtt tudtuk koncertezni. Akkor még kevés saját számunk volt, Beatles játszottunk, Rolling Stones, akkor ilyen angol beatzenéket. Nekem egy dalom volt a Sigmában, egy zenekari dal, akkor még a Shadows, tudom, kezdtek még a Shadows zenekarra. A Shadows típus számot írtam, a címe Nyári emlék, ez neki se tűnt, ismeretem. Egyik ott van a számban, másfogán pedig Lennon McCartney, Cry for Shadow. Ez a kis temet 1966-ban jelent meg, ami nem ma volt, és a legvadabb Kártágó rock korszakon van a Beethoven címéval előbent és lejátszottan, csak úgy nem kell. Akkor csinálom a poptarisztjában, hogy na, ezt nem a Szigeti Feri játszott, ez egy kis lírai Shadow, de nagyon szerettem a Shadows egyébként. Szóval ez volt a Sigma, aztán azt felosztott idő után, és utána volt még egy-két ilyen alternatív rockbandám, játszottam az Állatok és Egyetem klubjában zenekarokkal, akkor már kemény rockot, Gyulági, Deep Purple, Szabad Legzett pedig, és ott fedeztek el a Soltész fivérek, korábban Rangers volt, aztán Corvina, és 1970. január 1-ével kerültem egy hivatalosan a Corvina zenekarban, és azt tartott 78-ig.
stopot kérdezni, vagy mondjam? Hát pedig én általában a zenészektől, sportoltól nem érdemes kérdezni, de úgyis beszélnek, úgyis elmondják, amit el akarnak mondani, gondolom te is. Azért mégis feltennék pár kérdést, mert én úgy gondolom, hogy te az a szovjetuniós időszakban az eljöttetek a Korvinába, így van, és nagyon sokat mentetek külföldre, vagy rosszul emlékszem. Akkor erről a külföldi túrákról mesélj egy kicsit, hogy zajlott le, mennyi pénzt hoztatok haza, de ez érdekli a kedves közönséget. Így ránézek, tudod, mindenki érzi, hogy ágyom ruhákkal, hogy ez valahol itt összegyűjt. Komoly a kérdés, és komolyan kell válaszolni. Mennyi pénzt hoztatok? Na, szóval ennek a pikantérje az, hogy abban az évek szakban, ugye óriási volt, Laci is emlékszik rá, a korona óriási a 110 forint volt, később már kiemelte lett 150 forint egy koncert életére, annyira nem volt sok, ebből még haza is kell menni hajnalba a taxival, valahol kirakott minket az Oribusz, úgyhogy ebből nagyon megazdagodni akkoriban nem lehetett, de azért mi próbálkoztunk persze. Sok korig volt, a Korvina nagyon sokat járt a zenekarból. Nekem van egy olyan hülye szokásom, hogy minden naptára el van téve az elmúlt 40 évben. Megvan a naptáját, de most megkérdeznéd, hogy mit csinált 1982. március 7-én, akkor előveszem a 82-es naptárt, és megtudom be szó szerint. Ezért aztán az a szerencsés helyzet van, hogy pontosan meg tudom mondani, mit csináltunk, hány koncertünk volt a Korvinában, mennyi volt a Kártyából később. Hát elég szépen voltak. Minden nap volt koncert, minden nap. Pedig én abban az időben azért az üzletről is szólt az életed. Azon kívül, hogy zenéltetek, én is sportolóként sokat jártam külföldön, de azért előfordult, hogy az ember kivitt néhány farmernadrágot, és behozott kis aranyat, ezt-azt. Ti ezt hogy csináltatok, vagy nem volt rá szükség, mert volt annyi pénz, hogy nem igényeltétek? Komoly a kérdés. Először is nem is értem, hogy kérdésre. Tehát csak a zenélő. Akkor egy nagy tapsot a Ferinek, hogy úgy látszik a kényelmetlen kérdésekre nehezen válaszol, vagy pedig hogy a hangok halkak egyébként, tegyél egy kicsit légyen kedves a hangon, mert nagyon susogós vagyok. A magasat egyébként, tudod, azért kell hallani a vendégeknek is a kérdéseket. Tehát Ferikém, az volt a kérdés. Jó, nem kérdezem meg még egyszer, mert látom, még a végén balé lesz, mert egyébként, amikor a Feri bent volt a rádió műsorban, a következőket mondtam. Ugye a Feri rendszeresen jár konditeremben, rendesen edz, van fazon, van figura. De ez mellett a Feri tényleg egy olyan ember, aki az egész életét kordába tartja. Tehát ő úgy, ahogy elmondta, hogy naptárban meg tudja mondani, hogy mikor, hol lépett fel, mikor, mit csinál. És a zenében is egy ilyen szabályosságban, a zeneszerzésben. Tehát van egy ilyen jellegzetesség a gitározásokra, most egy kicsit menjünk át a Kártyából, ahol ha jól tudom, ilyen 5-6 lemezetek jelenleg, de hát ha te jobban tudod. És azt mondhatom, hogy minden lemezetek siker volt. Akkor kérdésem az, hogy hány lett ebből aranylemez, és milyen utakat jártak be ezek a lemezek? Kezdjük a gitározásnál. Én nem tartom magam egy nagyon különleges gitárosnak. A Laci sokkal jobb nálam nekem. De tényleg. Tapsoljátok meg a fejünkben, azért igeneket te valami. Sokkal jobb gitáros nálam Laci, én sokat hallottam őt, és tudom. Nekem nem az az erősségem, hanem én inkább a zeneszerzés és a kreativitás talán vagyok erős, ha megjött Norbert. Növényi Norbert! Jaj, nagy tapsot neki! Norbinak lehetne egy mikrofon? Nem lehet. Akkor majd adnak. Norbinak is a fiát. Jó, rendben. Norbikám, az a mikrofon, amelyik nem szól. Tehát ott tartottunk, hogy te egy olyan gitáros vagy, aki valóban nagyon jó zenéket szerzett. Tehát emlékszel rá, amikor lehúztalak, hogy ugye megkopaszottál, de belefér, mikor olyan zenéket ki tudtál találni, amiket kitaláltál, és olyan szövegeket írtál, hogy az ember megdöbben, hogy mennyire jók ezek a szövegek, és mit elmondtad, hogy te nem írsz könnyen szöveget, hanem nagyon megkínulsz vele. Hát Ferikém, ezzel érdemes volt kínlódni. Akkor hogy születtek ezek a szövegek?
Igen, elsősorban a zeneszerzőnek tartom magam azt, hogy könnyen vegyekem és könnyen írok dalokat. Ez egy nyilván adottság, ez egy genetikai adottság. Valaki annak jól tud énekelni, úgy születik, hogy én éve nem vagy jó énekel, a másik jól billentyűzik, a harmadik jó kiváló és sportoló, nekem meg az egész zeneszerzés meg könnyen. Leülök és leülök a gitárra és jönnek a dalok. Korábban nem írtam szöveget, a Korvinában a sortészes írtam a szöveget, egy-kettőt írtam. Mikor megalakult a Kártágó, akkor volt 5-6 kész dalom már, amiket megcsináltam, és nem volt szöveg. És akkor kiosztottam különböző szövegíróknak, Estmegyik Tartós Péter, mint a én Palatányi Ivász, akik egyáltalán akkor működtek szövegíróként. És hát kezdtem visszakapni a szövegeket. És hát hogy mondja legyen, mindegy, most már szegény Tartós Péternek meghalt már azóta, de egy gyors történet elmondok az erre kapcsolatban. A Tartós Péter mindig a végére, korai végére szállodában rendel. Mindig volt ebéd, ott is lakott, és mindig volt ebéd. Ha valaki akart vele találkozni, akkor oda kellett menni a végére szállodába, volt egy törzsasztala, ott ült, és akkor ott lehetett vele beszélni. És ott adtam neki egyszer ezt a gazettát, mondtam, hogy van egy új zenekar a Kártágó, és kérem hozzá szöveg. Ilyen mondtam, így beszélt. Nagy tisztelt, és mondta, persze. Na most volt benne hátsó gondolat, mert a Tartós Péter akkor a Komjátinak volt ugye a munkatársa, a Lipsán magad, hogy főszerkesztő, ilyen poprót, tehát ott a jó az, hogy ő itt szöveget nekem. Eltett két hét, fölhívott, hogy megvan a szöveg, gyere el felé. Elmentem, oda az étkel, a békeszállodába, és ott rakott a szöveg. És pontosan emlékszem oda a címére, így hangzott, hogy mint két hajó az éjszakában. Mint két hajó az éjszakában találkoztuk mi ketten. Suhogott a szél, tulajdonképpen volt a hold. Ott ültem is, nem hittem a szerkez, valami ott ott elültem, most erre mi a túlot mondjak erre. És én meg tudtam, hogy a Kártágó zenekar egy rockbanda. Hát szóval mondtam Péternek, ja, vagy nagyon jó. De jó, nagyon jó, nagyon jó, köszönöm szépen. Szóval egyszeres bajban voltam, hazamentem és nem tudtam használni ezzel a dologgal. Nem akartam a Tartós Pétert megbántani. Bocsász meg, tehát akkor eldőlt, hogy szövegíró leszel ebben a pillanatban. Fogtam, igen, akkor nagyon szerettem a konyakot, fogtam üveg konyakot, oda tettem magam el, és azt mondottam, hogy meg kell tudnom írni valamit. Leültem, elkezdtem iszogatni a konyakot, és egyébként nem iszom, tudják, nem ők iszáros. De akkor a konyak elfők, és megírtam a szöveget. És utána neki láttam, és egy párat még megírtam, azon gondolkoztam, hogy mindig az leveget előttem a szövegírásnál, hogy a színpadban áll egy rockbanda, és olyat kell mondanunk, olyat kell közölnünk a közönség, ami egyrészt hiteles tőlük, tehát a gerdisztek, mégsem valami, vagy egy szerelmes téma, mégsem akartunk, hogy akkor a politikát bele kell küldetni a szövegekbe, legyen valami kis ellenzékbe, legyen valami fiska, legyen valami társadalom, így született aztán egy végül is az Áruló, a Lépdátom útat, a Apány útján, a pénz sorolhatnak egy csomó dalomat, ami mai napig is játszott koncerteken, és ülnek a szövegek. És amikor megjelent a lemez, az első lemezünk, akkor a Tartós Péter fölhívott legnagyobb rémületemre, de hát nem látom, mint a közül tagunkat hallgat. És mondta neki, Péter, az a probléma történt, hogy és nagyon sok dolog lett, és 5-6 kimaradt, így hát pont ez is, a következő már rajta lesz. Jaj, de kárt, igaz, olyan szép szöveg volt, meg nagyon szép szám volt, mondta Péter, és akkor azon gondolkoztam, hogy következően ez hogy tud megúszni, de hát most Isten bocsáss, mert egy szegény meghalt közben, és aztán ez lemaradt a lemezről. Na most csak azért mondta, hogy így lettem szövegíró. Egy nagy kapcsolat, Szigeti Ferenc, Kárt